En Applebaumról a jelenlegi lengyel külügyminiszter feleségéről ír a Magyar Nemzet a Soros György legfontosabb embereit bemutató sorozatában. A lap szerint a hazai balliberális média által sokszor hivatkozott történész újságíró is tagja volt korábban az Action for Democracy tanácsadó testületének. A korányi Dávid nevéhez köthető szervezet arról vált ismerté, hogy a dollár baloldal támogatásával próbált beavatkozni a magyar választásokba. N. Applebaum történész, amerikai lengyel újságíró, korábban az Action for Democracy nemzetközi tanácsadó testületének tagja, írta a magyar nemzet a Soros György legfontosabb embereit bemutató cikk sorozatának szereplőjéről. A Pulitzer Díjas újságíró neve már nem szerepel. A szervezet honlapján jegyzi meg a lap kiemelve, az Action for Democracy nem csak a magyar választásokba avatkozott be, hanem a lengyel kampányban is aktív volt, amivel úgy tűnik, en Applebaum családja is jól járt. Az Action for Democracy a lengyel választásokon a Morawiecki kormányjal szemben a Donald Tusk vezette Brüsszel párti ellenzék holdudvarát segítette. Számol be a lap rámutatva, 12 szervezetet támogatott a korányi Dávidhoz köthető Action for Democracy, köztük abortuszpárti párti feministákat is. Az őszi lengyel választások után hatalomra kerülő Donald Tusk kormányának külügyminisztere pedig ismét az a Radoszláv Sikorszki lett, aki N Applebaum férje. A magyar nemzet szerint ez azt jelenti, hogy az Action for Democracy tevékenységével Soros György egyik legfontosabb emberének családja is jól járt. A hazai liberális sajtóban sokszor hivatkozott, és például a Soros Györgyhöz köthető 444-nek is nyilatkozó N. Applebaum mindenhol otthonosan mozog, ahol a globalista fősodor és a háttérhatalom is megjelenik, mutat rá a magyar nemzet. Például 2016-ban a férjével közösen hívták meg a Bilderberg csoportülésére. Sőt, sok más mellett azon a John Hopkins Egyetemen is főmunkatárs, ahol az Action for Democracy köreiből érkező korányi Dávid Bajnai Gordon és Charles Gatti is helyet kapott, és igazgatósági tag abban a szervezetben is, amit a CIA hivatalos külföldi megjelenésének tartanak. Idegen gyűlölő és nacionalista. A magyar nemzet szerint N. Applebaum mindenkiről így gondolkodik, aki nem a globális fősodor érdekeit szolgál. Így nem meglepő, hogy Soros György egyik fontos embere többször támadta a szuverenista Orbán Viktort és kormányát is.